Amikor Amerikába érkeztem szüleimmel 1956-ban, akkor édesapám elvitt a helyi cserkész csapatba. És egy pár hétre rá elvitt a Pál Bandi bácsi az egész csapatot kirándulni. És az első kérdésem, amikor, és ezt úgy kell elképzelni New Jersey közepén, hogy lesz-e tigris a kiránduláson. Bandi bácsi, aki székely ember volt, nagy mesemondó volt, ő elmondta, hogy hát fiam, hogyha odafigyelsz, akkor biztosan fogsz látni tigrist. Azóta keresem a tigrist. Még nem találtam meg, és nem fogom abba hagyni, ameddig meg nem találom ezt a mitikus tigrist. Amikor az ember egy baráti kört kap a cserkészetvel, amikor az emberi természetében van olyan, hogy szeret szervezni, szeret másért tenni, akkor ezt a cserkészeten belül meg lehet tenni. És ahogy az ember az életbe halad előre, a cserkészet ad lehetőséget, hogy vállaljál felelősséget és másokért tegyél. Irtozatosan nagy élmény például egy ilyen jubileumi táborban, az ember áll a rét közepén, és egy altábor 50-60 gyerek elmegy előtted. Azok mosolyognak, köztük a barátaimnak az unokái vannak most már cserkészetbe, és hogy elmosolyog az ember, hogy ezt kaptam, és ezt adhatom. És ez az adáskapás, ez ami a lényege a cserkészetnek. Gondolom a hallgatók vagy a nézők nem tudják azt elképzelni, hogy mit jelent a modern világból elérkezni egy ilyen cserkészparkba, ahol a csillagokat éjszaka lehet látni, reggel friss a levegő, csiripelnek a madarak, egyszerű életet élünk, a tábortűz varázsa, ezt mind kapja az ember a cserkészetben. És ez az igazából a lényeg, amit most már lassan 58 éves cserkész múltamba kaptam.